Halli, Szia. sziasztok, srácok! Srácok, srácok, rég volt vlog, és most úgy gondoltam, hogy csinálni kéne nektek egy vlogot. Lizával le vagyunk főve, mint a kávé. Most néztük a Pepco oldalán, hogy oroszlán királyos termékek vannak. Az a baj, hogy Krisztián gyűlölő a Pepcót. Most megpróbáljuk rávenni, hogy vigyen el minket, és hagyd nézzünk szét, és ha nem is sok mindent, egy pár dolgot engedje meg, hogy vegyünk. Valamit szeretnék venni, akkor megasszuk, mert van ilyen bögrék, ilyen badék, ilyen... Na mindegy, nem mondd el, hát szétnézünk. Na menjünk be a másik szobába, Krisztiánhoz, és nézzük meg, hogy mit reagál rá, hogy mi el akarom menni a Pepcóba. Amúgy azért van a törölköző fejemben, mert most a hajam meg, sül a rakott krumpli, de hát a szerencsével járunk, gyertek, maradjatok itt, és nézzétek a reakcióját. Közben kért Krisztián. Krisztián? Krisztián, van egy helyzet. Szeretnénk Lizával elmenni a Pepcóba. Kijöttek a oroszlán királyos kollekciók, és annyi volt a kérésünk, hogy vigyél el minket, és hagyd nézzük szét. Tóra, most jött haza paprikával. Oroszlán király. Igen. Hát a tévében meg kell itt. Szimba. Vigyél el minket. Jó. Liza, könyörögjél. De bekapcsolod a tévében. De termékek vannak. Oroszlán király is hát megnézzük, megmutassuk a nézőknek is, hogy mi mennyibe kerül. Meg egy-két dolgot vennénk csak. Izzadánglátó van is van. De minek az? Hát van a tévében is oroszlán király, mert se. Megyünk, hogy nem? Nem akarok. Tűnyi. Nincs kedvem. Na jó. Azt mondta, na jó. Megyünk a Pepcóba. Na, srácok, itt vagyunk újra. Na most, hogy Krisztián beleegyezett ebbe az egész dologba, hogy elmegyünk megnézni a Hakuna Matatás oroszlán királyos kollekciót, így gyorsan egy kicsit változtatok a kinézetemben, megyek, csinálok egy sminket, megmutatom nektek, hogy miért fogok most készíteni. Én is felbeszekem a ruhámmal. Azt hittem, te is sminkelsz. Na, Liza is átöltözött, én is a hajamról levettem a törők között, ilyenkor száll. Ilyenkor tényleg oroszlán királyos a hajam. Képzeljétek, múltkor vágtam belőle, hát annyira nem látszik meg. Talán itt előle egy kicsit, hogy itt rövidebb úgy látszik, mint amúgy semmi extra. Na, megcsinálom egy csöppet magam, addig már meg is sül a rakott krumpli, megmutatom nektek. Várjatok. Sietünk. Itt sül a rakott krumpli. Mondtam, Krisztiának kap egy jó kis rakott krumpli cserébe. Majd ő is kérhet valamilyen kollekciót. Mondjuk őt annyira nem érdekel a Pepco, sőt gyűlöli. Nagyon nagy szó, hogy elvisz minket. Úgyhogy megyek, megcsinálom a sminkemet, meg ne gondolja magát. Hölgyeim és uraim, bemutatjuk nektek a szállítót. Jövök mindjárt vissza. Na, fel is kötöttem a hajamat. Hát ebben a nyárban, ebben a melegben nem nagyon szoktam sminkelni, pláne alapozót nem használok, egyáltalán nem szoktam. De most, hát annyira nem csúnya az arcom, de most van kedvem. És ezt a fajta alapozót használom, ezt a Catrice-est. A kódját megmondom nektek, 030-as a kódja. Én nagyon szeretem, mert nincs ilyen maszkos hatása, úgyhogy ezt szoktam használni, de ritkán rakok belőle, és vékony rétegbe fogok csak egy pár pöttyöt rakok, és akkor azt így eldolgozom. Tehát egy alapot készítek az arcomnak ezzel az alapozóval. Na, itt vagyunk, ragyogunk, mint a fekete szurok, el is készültünk Lizával. Nekem annyi a sminkem, hogy raktam egy nagyon vékony réteg alapozót, meg a szemöldökövet kiigazítottam, szempilla, meg ide egy kis ilyen pur szemhéjpúderrel ide alulra, meg itt fehér, ilyen csillogós van. Meg a számat kizéltem ilyen kis ceruzával. Lizának az outfitje. Most rákapott erre a nagy szárú nadrágokra. Toppal, babával. Készre állunk, és indulásra készek vagyunk. Na, hát még a hajamat is ki tudtam, srácok, vasalni. Annyira Krisztián elkillott az időt. Nem is killottam, ugye, hanem rakottak. És meg kellett várni, még hazaérnek, és most van 7 óra, a Pepco meg 8-ig van nyitva. Hát egy oroszlánk, hogy átérjünk Szoboszlóra. Ugye lényeg az, hogy már úton vagyunk, és remélem, hogy el fogjuk érni, és még szét tudok nézni Lizával. Liza, várod? Igen. Én nem. A 15 ben nem lehet költeni. Egy 10-es. A 20. Krisztián, hát egy bögre 1800 forint. Nem, elég egy bögre, megveszel egy bögrét, az csak. Hát azt úgyis
Mindig úgy szoktam, azt hazudom, hogy egy esernyőért megyek be, mindig az esernyőt mondom. Minek az esernyő? Soha nem leszik mások. Nézzük jobbra, én meg nézek balra. Gyere. Mindig azt mondom, hogy egy esernyőért megyek be, aztán meg életlenül az esernyőből nem csak egy esernyő lesz, hanem sokkal több minden. Na, majd nem soká jelentkezek. Itt jelent, szép az élet itt lent, tiszta a jövezet. Na, megérkeztünk, itt vagyunk a Tesco rádiónál. Ho-ho-ho-ho, ott vagyunk. Úgyhogy kell nekünk pénz. Te nem jössz velünk? Miért nem jössz be? Nem. Látszik a hangulata, megvan az embernek a hangulata. Nagyon élvez... Hello. Hello, ne csaljam. Na még egy kicsit, na még egy kicsit anyának, na, hadd legyen. Ez csak hét. Na még egyet, egyet adjál. Egyet adsz, után befejeztem. Na. Egyet papír, adjál. Papírost adjál. Jó, ha nem adol, akkor büntetés lesz. Egyből adjál. Adottam már egyet. Egyet adjál, ez csak egy kétezes, meg egyet. Na, így már elfogadjuk a helyzetet. Elköthetem mindent? Nem. Mennyit költetek belőle? 10 max. Hú, 10 000 forint, tépa a szánk nem ér össze, gyerekek, lassan. Na jó, van, nem leszek tehetetlen, csak benézek. Egyes elnyőmért. Na jó, van, akkor te nem jössz. Krisztián még amúgy munkás ruhában van, mert ahogy visszajött a rakodásból, Csórinak tiszteletek a röviden, gyorsan jönni kellett, Etvár bazár a Pepco, úgyhogy na menjünk a Kolizával is. Fedezzük fel az oroszlán királyos kollekciókat. Na lehet nem is lesz semmi. Na lehet nagy hűhó semmiért. Semmi nem lesz. Na majd most meglássuk. Srácok, meg vagyunk a Pepco-ba, 15.900 fontot költöttünk, hát nem találtunk mindent, amit akartunk, de nem baj, majd megyünk a Debrecenibe is, és majd ott hát, ha találunk, mert amúgy itt a hajdúszoboszlaiba vagyunk. Közben Liza megéhezett egy kürtös kalácsért, ide elugrunk. Na, meg is van a kürtös kalács. Olyan szép az a légbalon, várjatok, várjál. Csak közben azért figyelj el az útra, erre csapjon valami kocsit. Hát, mindjárt megmutatom, mennyi át vissza 17.000 forintból. Úristen! Gyere, Liza! Kemény 17.000 forintunkból. Ennyi át, vissza 25 forint. Na, mindjárt mondjak vissza, na. Na, még azt is elhagytuk, vajtok, felveszem. Megvan, úszó, dobd a szatyorba. Na, üljél be, Liza. Na! Vettem a csomag gubicukrot 600 forint volt ez a... Igen. Szápás, kóstol csak, mert milyen finom. Világ, jó. Baby, sánk, tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü. Na. Figyelj. Majd megmutatom. Na, hát otthon fogom, csak úgy mondom, hogy a blokkot akartam megmutatni a nézőimnek, de majd otthon megmutatom nektek. Az a lényeg, hogy miért, ugye... Miért, visszaadják az árát? Visszaadják a blokkot, hogy mi? Ugye sódam? Nem. Tudjátok, a jelszó mindig... Csajok egy jót adás tőle. Most a férfiak, most ne figyeljetek rám. Most ne hallgassatok, csak csajok nektek, nyissátok a fületeket. Mindig azt kell hazudni, mindig azt kell hazudni az uratoknak, hogy csak egy zokniért mentek, vagy egy esernyőért, és akkor... Na, adod az érzéseket. Na, mindegy, a lényeg az, hogy ebben a Pepco-ban sajnos nem találtuk meg azokat, amiket amúgy akartunk, mert... Milyen mici mackós? Oroszlán királyos, Hakuna Matata. Volt pár dolog, de nem annyi minden, amennyit én akartunk. Én akkor megvettem, akkor még nincs meg minden. Hát nincs, venni akartam ilyen virágtartót, meg ilyen szörmés füzetet, Lizára. Kinyomtaszok egy papíromat. De az nem volt, de viszont vettünk pár oroszlán királyos terméket, mert ha hazamegyek, megmutatom. Viszont Krisztiának az unokatestvére most szült egy kis babát, egy kisfiú babát. Úgyhogy ők ugye Hajdúszobától laknak. Na most ugye itt voltunk Szoboszlón, akkor hazafele menetben megyek, megnézem a kisfiút. Vettem neki egy kis... Megmondom az őszintét, semmilyen szép kisfiús, vagy ilyen figurás, vagy Disney-s kis ruhát nem találtam. Na, tehát közben hívtak, bocsi. Tehát ilyen sima, ilyen hagyományos
találtam, az is olyan méretek voltak, hogy nagyon-nagyon kevés volt az 56-os újszülött méret. Na de azért találtam, majd veszünk neki még. Úgyhogy azt viszont most megmutatom nektek, mert mire hazaérek, már nem lesz a szatyromba, mert odaadom a kisfiúnak a cuccát. Ilyen három sima, egyszínű fehér badit vettem. És akkor az 56-os méret. Hát a fehér az mindig kell, az mind a két nem tudja hordani. 56-os méretek, úgyhogy vettünk egy ilyet Lizával. Meg még ami kisfiús volt, ez egy ilyen kis hosszú ujjú, hát kis világos kék, amúgy nagyon kis cuki, ez is egy 56-os méret, meg kettő darabos, ilyen kis szürke, meg ilyen kis citromsárgás kis nadrág, ennyit vettünk most, úgy is veszek majd neki, amikor találok majd a méretébe, mert amúgy nagyon kis cuki kisfiú, Sanyikának hívják, igaz, Krisztián? Na, úgyhogy megyünk most akkor Sanyikát megnézzük, mert még amióta hazajöttek a kórházba, igaz, vagy két nap jöttek haza, de még nem láttam, úgyhogy megyek, egy kicsit babázok, aztán pedig majd szerintem még apujékhoz benézek, és majd utána hazamegyek, és akkor otthon megmutatom nektek a termékeket, amiket vettünk vacsorára, ott a rakott krumpli, nem azért főztem, hogy dísz legyen belőle, meg kell enni, meg még amúgy lehet enni, szerintem hot dogot is, ha nem ettétek meg. Na, úgyhogy jelentkezek mindjárt nektek újra vissza. Na, voltunk a kisbabát megnézni, imádnivaló, annyira kis cuki, ilyen kis pici, de nagyon szép haja van, nem mutattam most meg nektek. Viszont bejöttünk, Rituk, azt mondtam nektek, bejövünk. Nézd meg ezt a húslevest. Grizgaluska? Gyerekek, figyeljetek, ezt a grizgaluskás nézd, figyelj. Mint a márvány úgy elválik, hát gyönyörű. Nem tudom, hogy ilyen. Közben itt van a kapu is, anya is. Na ez a levet, gyerekek! Na ez, mondtam, ez a volt, hogy egy finom grizgaluskát csinálni, de volt. Erős paprika itt. Erős Pista, minden, vagy Anna, erős Anna, Panna. Na mindegy. Eszünk egy kis húsleves, Liza valószínűleg, hogy itt fog maradni, nem jön velünk haza, itt alszik. De majd, ha hazamegyünk, már csak akkor fogok bejelentkezni, és megmutatom nektek a pepkós termékeket. Mindenképp tettem bele gombát. Nagyon finom leves. Sitaki gomba van benne? Hagyományos csipetke. Most ide? Hát ez nagyon jó. Én úgy elalszok mindjárt, mint a bűnvár. Na, drága babáim, haza is érkeztünk. Hát Liza is jött velünk. Úgyhogy... Na már. Tiszta cukros a hajad. Na, akkor nézzük meg, hogy mit tudtunk beszerezni az oroszlán királyos kollekcióból. Bemutatjuk Lady Lizát, és ő fogja nektek megmutatni, hogy mik is vannak benne. Na, nézzük is az első termékünket, termékünk egy ilyen bébis, hogy hívják, Simba? Aha, Simbás. Bébi oroszlános, kulacs, vagy puhárka, ami ugye a szívószálva, meg ez rajta van a tetején, és akkor ennek az ára pedig, várjatok, 1600 forintba került. Jó sok. Na, és a második termékünk egy kifestő. Most fordítok el, mutassam, itt van. Nem mutassam. Na, vannak hozzá, itt vannak a festékek, van hozzá ecset is, és akkor ez egy ilyen kifestő, meg van számozva. Ez kérlek szépen 1000 forintba került, ezt majd ki fogjuk Lizával festeni. Hogy azt is ragasztok rá, pirolva. És mi neked nagyon tetszik? Hakuna Matata! Milyen gyönyörű szép! De miért így? Egy ilyen pihe-puha takaró. És akkor így néz ki a takaró. De mindjárt kibontsuk, hogy hogy néz ki. Ennek az ára 3000 forint volt, egy nagyon jó kis puha anyagú. Úgyhogy ezt mindjárt kibontsuk, és megmutatom nektek úgy kibontva is. Jöhet a következő. Utána most egy oroszlános Simbás ceruza. Színes ceruza. Hány darabos színes ceruza? Azt nem néztük amúgy meg. Na mindegy. Na álljátok, keresek ennek is egy árat. 1000 forint volt ennek is az ára. Ez is egy 1000-es. Úgyhogy egy ilyen jó kis, elég jó masszív tartóban van ez a színes ceruzák. Ezek a színes ceruzák, úgyhogy van még egy ilyenünk. Van még valami más? Aha. Na, azt Krisztiánkának vettük, ezt azt mutasd meg. Apának akartuk venni, csak mondom,
Csak mondjuk, hogy Krisztiánkának jó. Inkább Krisztiánkának vettük. Na, ez is egy oroszlán királyos polló. Nem tudom, hogy hívják ezt a csávót az oroszlán királyba? Zordon, ugye? Zordon, úgy hívják. Ez 2300 forint volt, és ez egy M-es méret. Hát ez biztos, hogy jó Krisztiánkára, sőt, még nagy is. Anyaga is nagyon jó. Liza, nagyon jó kis reklámfelület vagy. Milyen jó reklámozza, mi? Jó, következő. És az az... Nem, mi van? Na, akkor mutasd meg, te mit kaptál? Én egy Szimbás ilyet. Én ezt láttam meg, de olyan aranyos, hogy így állna. Ez nekem 10 perc. És akkor ezt is megmutassuk, hogy ez is mennyibe került. 2500 forint. Amúgy Lizának nem 110-es a mérete, hanem ilyen 128-as, de ez a, ez a rövid nadrág, ez egy 110-es méret, de ez, ez még bőven jó rá, tehát még egy kicsit lehet, hogy nagy is neki, mert amúgy kis vékonyka. Na. Kedvencünk anyából. Ez tényleg a kedvencünk. Ottan. Na várjatok, ezt akkor csináljuk úgy, hogy várjatok, rakd ide erre a plédre. Így? Na, ez kettő darab nyakláncból áll. Ez egy ilyen két darabos nyaklánc. Ja, van ilyen nyaklánc, akkor össze van ilyen törött szín. És akkor úgy van, hogy így ez két különálló nyaklánc, és akkor ilyen kis törött szívből van, hogyha összerakod. Hát de, hogyha összerakod, akkor így rakjuk ki az egész szívet. Úgyhogy az egyik az enyém. Másik a másik pedig a Liza, és ez 700 forintba került, ez a két darabos nyaklánc. Ennyi? Ennyi. És akkor blokk, vagy valami van benne? Blokk, igen, mama. Azt add ide. Ugye tudjátok, mondtam, hogy benne van még az a bébis, kis badis cuccok is, amit a kisfiúnak vettünk. És akkor így együtt fizettünk ezekért 15.975-öt, meg még a ezresünk visszajárt, abból meg Lizának vettünk egy... Mi az már? Mi volt? Az fürtös kalácsot. Na, úgyhogy itt vannak a termékek. Hogyha esetleg ti jártok a Pepkóba, és így környezetünkben tudtok mondjuk, ahol van még olyan termék, mondjuk kispárnát akartunk venni, meg ilyen szőrmésnoteszt, esernyőt, hát azok ott nem voltak. Ja, meg én akartam egy ilyen virágtartót magamnak, de hát az se volt. Ha esetleg tudtok helyet, ahol van, akkor írjátok meg nekem kommentbe. És akkor szerintem még van időnk ezt a kis festményt. Ezt kifessük benne majd, hamarosan kifessük, és akkor megmutassuk nektek, hogy milyen lett kifestve. Na most megmutatom nektek a plédet. Hakuna Matata. Milyen gyönyörű szép. Hakuna Matata. Várjál, Liza. Nem látsz mégis jó, csak annyit jelent, hogy szép az élet itt lent. De már megbocsász, ez nem tiszta élvezet. Nagyon jó plét, gyerekek, tényleg jó. Jó van, Liza, most csak megmutatom, van, ja? Vigyázz! Itt van Simba. Simba! Itt meg hogy hívják ezt a varacskos disznót? Várj, várjál, Liza, nem. Hogy hívják? Addig nem nyugszok, meg nem tudom a nevét, elfelejtettem. Nézd meg, nem tudom a nevét. Akuna Matata. De nézzé, Maliza, most tényleg, hogy hívják ezt a vaddisznót? Timon. Timon. Nem, Pumba. Timon a kicsi és Pumba a nagy. Tehát ez Pumba. Simba és Pumba. Na hát már igaz, hogy később. Én amúgy közben nyakláncunkat is beraktuk. Hát nekem a torkomig ér, mert amúgy gyereknyaklánc, Lizának meg ott van. Engedd el. Ott a Lizái. És itt meg az anyém. Én csak össze. Nem tudjuk összeéleszteni, mert nekem kicsi. Ide kiraktuk ezt a kifestőt, és akkor itt van ez a kis valami. És akkor ki kell festeni a számozások szerint. Először is az egyessel fogjuk kezdeni. Egyes. Na hát ez az egyes. Hát jó, Liza menik a vonalba, hogy kicsit ráfestettem. Amúgy olyan, úgy mondom nektek, hogy gyenge. Egy kis vizet tettem hozzá, hogy így felhígítsam vele, de nem olyan jól lehet vele bánni. És akkor itt az egyes részeket kell kifesteni, mint mondjuk itt ennek a bácsinak, hogy hívják ezt a oroszlán király. Az arcát. Hát, szerintem ez a festék amúgy nullás liszt. Nem lesz hozzá elég, úgyhogy hát nem a legjobb szerintem ez. Na, de átadjuk a lehetőséget Lizának. Aztán majd, hogyha haladt, akkor majd meglássuk, hogy hogy néz ki. Jövünk nem soká vissza. Halad a kisasszony. Hát itt már az arca már megvan, és akkor itt most a lába következik. Amikor a titelébe zsakkel közben, ez van. Na,
hát a Lizánkhoz meguntam, ahol őt laptophoz mesézni. Hát majd reggel kifesték. Most eddig jutott a kicsinyem. Meg amúgy ez a festék az elfogyott, úgyhogy már ezzel a sárgával kellett pótolni. Ahol még egyes volt, oda kettest kellett rakja. Na hát így vagyunk. De majd holnap folytassa. Viszont én el is köszönök tőletek. Gyere Liza, köszönjünk el a nézőinktől. Köszönjük szépen mindenkinek, hogy itt voltatok velünk ebbe a gyors kis vlogba. Tartsatok velünk legközelebb is, iratkozzatok fel a csatornánkra, nem sok kell már a 100k feliratkozóhoz. Mindenkinek köszönjük, akik feliratkoztak. Akik meg nem, azok meg iratkozzanak fel, és nyomjátok meg a harangot, így nem maradtok le semmilyen értesítésről. Tehát millió puszit küldünk mindenkinek, tartsatok velünk legközelebb is. Sziasztok! Sziasztok!